amíg pont nélkül álló nyírbátor szerezte meg a vezetést, aztán felváltva estek a gólok. Az első fél időben egyik csapat sem tudott komolyabb előnyre szert tenni, 30 perc játék után 12-11 állt az eredményjelzőn. Fordulás után negyed óráig nem változott a játék képe, aztán elkezdett ellépni a hazaiaktól a hajdúböszörmény. 5 perccel a meccs vége előtt már 5 góllal vezettek a vendégek. Ekkor nagy hajrába kezdett a nyírbátor, de ez csak arra volt elég, hogy egy góra csökkentse a különbséget, így a negyedik meccsin negyedik vereség is szenvedte el Réki Tamás együttese. Én úgy gondolom, hogy a, a és a az akarati a múlt nem betöltünk, nem küzdöttünk, olyan amatőr gólokat kaptunk sajnos, ami ezen a szinten nem engedhető. A második félővel kaptunk 21 gólt, bocsánat, 21 gólt, tehát az rengeteg ö, emellett teljes dekoncentráltság volt a védelemben. Voltak szép momentumok, de sajnos most ugye előttünk 30 volt, de hát egyszerűen elfogadhatatlan ez a dolog számomra. Nem jobb csapat a bőszörmény, nyilván gratulálunk, mert, mert ö, megérdemelték tettek érte. De, de sajnos ez, ez, ez most ilyen tendencia, olyan típus hibákat követünk el hétről hétre, ami nem megengedett. Jó kezdjük a mérkőzéseket, stabil védekezésünk van, most is 10 gól kaptunk az első fél időben. gyakorlatilag támadhattunk a nagyobb előnyökért, belehibáztunk, de ezzel nincs is probléma, mert nincs játék enélkül, de viszont a védekezésünk az teljesen elfogadhatatlan, hiányzott belőle a fault, hiányzott belőle az elővételezés, tehát gyakorlatilag a böszönyvény úgy lőgót, hogy akart. A csapatkapitány Alves Bence szerint egy győzelemre van szükség ahhoz, hogy a csapat elinduljon felfelé. Én még mindig nem temetném ezt a csapatot, mert egyébként nagyon nagyon sokat dolgozunk. Az edzéseken a részvétel az, az aktív, tehát mindenki itt van. Hát nem, talán még még ezek a, a nem sikerült beépíteni a fiatal játékosokat, nem sikerült beépíteni az új játékosokat, de de ezeket ezeket a dolgokat mind-mind akarati, akarati dolgokkal lehetne kompenzálni. A, remélem, hogy a következő hazai mérkőzésünkön már a mi fog fordulni, mert én hiszek abban, hogyha elindulunk felfelé, akkor, akkor ott, ott, nem lesz megállás, és tényleg nagyon, nagyon sokat dolgozunk, és nem az edzés munkával van a probléma, meg nem az edzés minőségével, hanem hanem van egy, van egy gát, amit, amit egyszerűen most, most valahogy nagyon nehezen tudunk meglépni, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy sikerülni fog ezt együtt a csapatként átlépni. A forduló további eredményei a következők. Hajdúnánás Balmazúi Város 27-28, Kisvárda Hajdúszoboszló 26-31, Deac 2, Szike Nyíregyháza 34-35. A tabella élén a 8 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a szintén 8 pontos Nyíregyházát. A pont nélkül 7. Nyírbátor szombaton az 5. Deac 2-t fogadja pont a Böszörményen játszott az a Debrecen csapat, hogy 45-40, tehát egy fantasztikus védekezéssel pár társított meccs lehetett, hogy megnézzük nyilván videót, fiatalok, második csapat veszíteni való nélkül, gátlástalanul kézlabászatnak, lőnek, futnak sokat, ezt kell megakadályoznunk, nyilván hazai pályán nem botolhatunk még egyet, meg hát el kell kezdeni a két gyűjtögetni, mert így nagyon nehéz, nehéz. Tehát lentről nagyon nehéz játszani, fentről az sokkal könnyebb de úgy gondolom, hogy képes rá a csapat, képesek rá egyénileg is, csapatszinten is. Egy kicsit mondom, tehát egy picit kell, egy pici-pici szerencse, egy pici akarat, mindenből egy pici, és akkor elindulunk fölfelé. A Nyírbátor Deac 2 mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik az Oktatási Centrum csarnokában. Az ötödik forduló további párosítása a következő, Balmazújváros Hajdúszoboszló, Hajdúnánás Kisvárda és Hajdúböszörmény Szikenyíregyháza.